Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim! Az Apák az igazságért közhasznú egyesület egy újabb, várva várt pozitív eredményről tájékoztatja most önöket. Egy külföldre menekített, idézőjében menekített persze, ugye dr. Spronc Júlia tanácsára, ugye konkrétan Ciprusra, ugye engedély nélkül kivitt gyermek eredményes visszahozataláról tudok önöknek beszámolni. Kérem szépen, ami nagyon fontos ebben az ügyben, hogy hát cirka egy éves küzdelemről beszélünk. És a hátterében megint csak az a patent van, akinek kiváló prominensei, Spronc Júlia, meg még egyen ketten, ugye családjogi kerekasztalnál rontják a levegőt. Mert vannak olyanok, akik egész egyszerűen képesek elfogadni azt, hogy Spronc Júliát családjogásznak tekintik, meg hogy egyáltalán bármilyen értelemben a családvédelemről beszélnek nála, miközben tulajdonképpen nem más, mint egy hivatásos családromboló. És persze ennek kapcsán ugye egyfajta költöztető kisiparos vagy nagyiparos, vagy inkább nagyiparos, akinek az egyik legjobb megélhetési forrása az, hogy amikor anyukák nem tudnak megszabadulni az általuk nem kívánt apukától meg a kapcsolattartástól, akkor kérem szépen elkezdik költöztetni őket. Szerintem valószínűleg van is egy adatbázis, hogy hol vannak éppen üres helyek, hova lehetne költöztetni, melyikből mennyi pénzt lehetne csinálni. Hát kérem szépen, ez a kiváló Spronc Júlia volt ennek az ügynek is a hátterében, ahol ráadásul egy sajátos a helyzettel állunk szemben, mert két gyerek van. Az egyik gyereket ugye apukánál helyezte el a bíróság, a másik gyereket meg anyukánál, és olyan módon szabályozta a kapcsolattartást, hogy tulajdonképpen a gyerekek azok jobbára majdnem minden hétvégén együtt vannak. Hol az anyukának kell hozni ugye a nála lévő gyereket ide Budapestre, hol meg apukának kellett vinni a nála lévő gyereket oda vidékre. Hát most nem mondom, hogy hová, mert az a probléma, hogy ugye ez aztán folyamatosan elkezdett változni. Spronc Júlia, dr. Spronc Júlia kiváló ötleteinek megfelelően. Hát kérem, mi történik? Ugye anyukának nem tetszik apuka. Azzal kezdődik, hogy ugye megtalálja a patentot, és azon belül Spronc Júliát. És képzeljék el, hogy milyen furcsa jelenség figyelhető meg nála. Nem sokkal azután, hogy megtalálja a patentot és Spronc Júliát, ez az anya úgy, hogy is mondjam, egy teljesen új, sajátos elképzeléssel áll elő, illetve azt mondom, hogy Isten igazából egy új hozzáállása lesz az egész helyzethez, aminek az a lényege, hogy úgy van vele, hogy hát neki csak egy gyereke van igazából, az, akit nála helyeztek el. Mert hogy a patentnál ugye nyilván azt hallja, hogy az elkövetőnél, tehát nem azt mondják, hogy apuka, mert azt ott nem szabad használni ezt a szót, tehát hogy az elkövetőnél elhelyezett gyerek, az tulajdonképpen az már nem is az övé. Tehát akkor azt felejtsük el, hát azt akkor ejtsük, hát az elkövetőnél van elhelyezve, az már nem érdekes. Tehát nem sokkal azután, hogy megtalálja a patentot, egy ilyenfajta borzasztó tudattorzulás jelenik meg az anyánál, hogy tulajdonképpen akkor neki csak egy gyereke van, csak az a gyerek, ami nála van elhelyezve. Ami apukánál, az nem. Hát az elkövetőnél elhelyezett gyerek, hát az nem. És kérem szépen, elkezdődik az álmokfutás. Két év alatt dr. Spronc Júlia az anyukát összesen háromszor költöztette az ország különböző végeibe, lehető legtávolabbi helyekre, ugye abba bízva, hogy apuka majd csak nem megy utánuk. Hát aztán, amikor ez se jött be, mert apuka bizony megtehette és meg is tette, hogy utánuk ment, akkor kérem szépen Spronc Júlia egy jobb ötlettel állt elő, irány Ciprus. Hát ott még valami idézőjelben szponzort is talált ez a műfajhoz, és hát anyuka szépen lelépett a gyerekkel, a nála lévő gyerekkel Ciprusra. Aztán valami elképesztő álmokfutás kezdődött, ott valami óvodában, bár nem tudom, mindenhova beiratgatta, most minden részletben nem kívánok bemenni. Hát mi meg nem tudtunk más mondani apukának, de ő is ment utána egyébként, tehát rendkívül aktív. Ugye mi is segítünk neki, én személyesen is rengeteg ügyében, de általában a végrehajtási kapcsolattartás végrehajtási ügyeiben általában én jártam el mindig.
én segítettem más ügyekben, mások többen is közreműködtünk benne, és talán még az Egyesületen kívül is. Ugye ő maga is rendkívül aktív volt, tehát megkereste a minisztériumokat, a különböző nemzetközi jogi tanácsadásokra ment egyébre. És a rövid lényege az, hogy hát megkezdődött a visszahozatali eljárás. Mert ugye anyuka engedély nélkül vitte ki Ciprusra a gyereket, hát sponszulja megnyugtatta, hogy nem lesz ezzel semmi baj. Hát majd ott valahogy csak kihúznak egy fél évet, és hát akkor majd arra hivatkoznak, hogy most már a Ciprusa megszokott tartózkodási helye a gyereknek, és akkor majd nem fogják visszaküldeni. Hát sponszulja úgy látszik, hogy lehet, hogy vannak olyan területei a világnak, amelyeket talán jobban ismer, de úgy tűnik, hogy a görögöket nem ismertek előképpen. A görögök ugyanis nem ették meg ezt a játszmát, és bizony a görög bíróság egyértelmű döntést hozott, tehát kifejezetten a nemzetközi gyermekrablás polgári jogi következményeiről szóló, ugye Európa tanácsi rendelet alapján gyönyörű szépen visszatoloncolták anyukát ide Magyarországra. Annak rendje módja szerint, hogy most nem is olyan régen, talán egy hete valamelyik éjszaka szállt fel a repülőgéppel, ott szépen hatósági kísérlettel fölrakták a repülőgépre, itt értesítették az itteléket, hogy itt kell majd leszállnia. És amellett pedig a gyerekre rárakták azt, én csak billognak szoktam nevezni, de mindegy, tehát ez egy elektronikus bélyeg tulajdonképpen, aminek alapján most már ugye repülőtereken legalábbis figyelik, tehát arcfelismerővel, bármivel, az apa engedélye nélkül többé a gyereket a határon kívülről kivinni nem lehet. Ezt mondom, ezt most már erre bíróság rendelkezett itt Magyarországon. És hát természetesen megindult a gyermek elhelyezés megváltoztatása iránti per, ami már folyamatban is van. Ugye, mit mondjak, Óbudám, de ha jól tudom, akkor még egy viszonylag, hogy is mondjam, elfogadottabb bíró intézi talán Bárándi Zsófia. Nem biztos, ha rosszul mondom, akkor elnézést, de egy bizonyos, ugye könnyen kitaláljuk, hogy azok után, hogy az anya lényegében elkövette a nemzetközi gyermekrablás fogalma alá eső bűncselekményt, azok után, hogy a görög hatóságoknak ki kellett onnan toloncolni. Hát ezek után azért én olyan túl sok, hogy is mondjam, esélyt nem adok anyukának arra, hogy ebben a perben őnek is sikerül megtartania ezt a gyereket. Ezt a gyereket szépen át fogják helyezni most apukához, és akkor végül is ez lesz a normális, mind a két gyerek egy helyen lesz. Hát anyuka meg majd eldönti, hogy a patent logikája szerint élve kijelenti, hogy hát, hogyha minden gyerek apukánál van, akkor ezek már nem is az ő gyerekei, akkor hagyjuk a francba az egészet. Hangsúlyozom, apuka nem fog ebbe belemenni, hogyha ez lesz, tehát ő követelni fogja, hogy anyuka igenis járjon kapcsolattartásra. Mert ő tisztában van azzal, hogy bármilyen is ez az anya, mégiscsak a gyerekeknek ő az anyja. Sajnos fordítva nem, de hát most aki a patent karmaiba kerül, meg aki sponciójától tanul családjogot, az nem is fogja megérteni soha azt, hogy egy szülő, bocsánat, egy gyereknek két szülője van. Nem. Ezzel nincs mit tenni. Ez a zsigeri férfi és apa gyűlölő ember sponciója sajnos ilyen hatással van az emberekre. Most nagyon csúnyán bakot lőtt, és minden valószínűség szerint ennek talán fegyelmi következményei is lesznek, mert hát akárhogy nézzük, de hát hogy is mondjam, nem magától találta ki ez a szerencsétlen anya, hogy ő kilaszít Ciprusra. Hát Sponc Júliának kellett volna elmondani, ezt nem lehet. Ezzel szemben ő maga tanácsolta. Hát belevitte lényegében anyukát egy olyan cselekménybe, ami a nemzetközi gyermekrablás fogalma alá esik. És nem mondjam azt, hogy mondom, ha ez az anya most elveszíti ezt a gyereket is, mert ugye a másik az eddig is apukánál volt, akkor tisztelt anyukának innen üzenem, hogy kezdjen majd el gondolkozni, hogy ezt kinek köszönheti. Önmagán kívül persze, mert elsődlegesen önmagának. Ez világos, hiszen felnőtt ember. Tehát ő neki tudnia kellett, hogy miben megy bele és miben nem. Neki észre kellett volna vennie, hogy Sponci ugye valójában kicsoda. Ha nem, vessen magára. De emellett, hogy majd gondolja meg, hogy kinek köszönheti. Nem az apukának, mert az apuka csak azt teszi, ami a dolga. És ami a kötelessége is a gyermeke érdekében. Ha eltetszik veszíteni anyuka ezt a másik gyereket is, ezt Sponci Júliának lehet köszönni. Dr. Sponci Júliának. És hogy mi mindent lehetne csinálnia? Hát, nem akarom azt mondani, hogy a kislányomat kellene megkérdezni. Hát ugye a kislányom annak idején Cegléden egyszer már, hogy is mondjam, ajánlott egy megoldást a Sponc problémára. Ezt most nem akarom felidézni, de ha esetleg megtetszenek találni, akkor érdemes vele konzultálni. Hát tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim és kedves látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak.